Az embernek érdemes mindig saját magának a saját védelméről, egy minimális önvédelemről gondoskodni. Ez sokféle dolog lehet, lehet ez fizikai szintű, lehet energetikai, lehet sokféle, de minden esetre valamiféle saját védelmet ki kell építenünk magunknak. Rengetegféle emberrel találkozunk, rengetegféle helyen megfordulunk, rengetegféle szituációba belekeveredünk, ami mind-mind támadhat minket, mind-mind problémát okozhat, mind-mind viheti el az energiánkat. Ez egész egyszerűen lehet egy energiavámpír ember a környezetünkbe, akkor őt próbáljuk meg eltávolítani, próbáljuk meg elhatárolódni tőle, próbáljuk meg levédeni magunkat tőle. Lehet, hogy egyszerűen csak egy szándéka, hogy ővele bizony nem beszélgetünk, ővele bizony nem ülünk le egy asztalhoz. Tehát lehet ez is egyfajta védelem kiépítés. Lehet az is, hogy holdunk egy speciális karkötőt, ami védve védettséget jelent nekünk valamilyen szempontból, vagy segít a jobb alvásban, vagy segít a jobb koncentrálásban. Tehát valamiféle plusz extra előnnyel, vagy erősítéssel ruház fel minket. Érdemes a földelésünkkel foglalkozni, amennyiben túl el vagyunk már varázsolódva, el vagyunk szállva adott témában, egy témában. Érdemes földelést jelentő dolgokat is végezni, hogy mindig stabilan állhassunk a lábunkon. Erre vannak különféle technikák, vannak különféle elemek, vagy akár a színekkel is játszhatunk, hogy olyan színű dolgokat veszünk fel magunkra, például barna színű nadrágot, vagy pulóvereket, ami a földelésben segíthet. De lehet ez egy olyan energetikai védelem, hogy magunk körül elképzelünk olyan energiagömböt, energiaburkot, ami nagyon sok mindentől megvédhet minket. Vagy egész egyszerűen kiépítünk egy elektroszmog elleni védelemet, amennyiben mondjuk a munkahelyünkön rengeteg kábel, számítógép, műszer, eszköz, elektromos tárgy környezetében ülünk, vagy körülöttünk sok ilyen van, akkor érdemes elektroszmogtól is levédeni magunkat. Tehát a saját védelmünk kiépítése többféle területen rendkívül fontos.